Kiegészítésen, én csak azt mondanám, hogy mikor Kodályra emlékszem, hogy mennyire reklamálta, vagy mennyire rossz névre vette a Schneider Fálit annak idején, akkor nem tudom, hogy szegény mit csinálja most, ne? A másik az, hogy az említett sírtes sapka, amit kevésbé láttam, az kb. Így néz ki, szóval ez a kotta fejek, az, hogy ezt csak azért hoztam el, hogy ez az egyetlen konkrét dokumentum, amit sikerült a társaságunk működéséből elhozni, mert a videókazettákat nem tudtuk összehozni, mert az eredeti felvételek minőségére alacsony nivójúak voltak, és nem lehetett vele semmit sem csinálni. Vagy pedig, ha valaki akar valamit kérdezni, ezen szívesen állok rendelkezésükre, mert annyit még megmerek reszkírozni, hogy itt szép csöndben beszéljek a mikrofonon. Ha nagyon jól ismerem, mondhatom, hogy én barátom. Ők úgy tudom tettek eszik a spanyol és a portugál mellett. Ők különbözők éppen minden ketten évekig álltak fennban, ott tanították a Kodály módszert, és tudomásom szerint az Amazonas felső folyásán ők kezdték el az amazonaszi indiánok névrehozat összegyűjtésük, hogy nyersanyag legyen, a perui gyermeknek, a perui dollal kezd lenni a fogyalmányszer. Kérdésem az, hogy hogy kérjük kapcsolatban a Görgő családra, hisz apai csalánjáról van szó. A Görgő Oh.
Oké, köszönöm. Ákos, tűz nem kell? Thank you.
Thank you.